81 januárjában az osztrák magyar közös haderő elindította a katonai vívó és torna tanár kurzusát, amely 8 hónapos volt, és ezen azokat a tiszteket képezték, akik kimondottan vonzódtak a sport iránt, elkötelezettek voltak, hogy ők a különböző csapattesteknél majd a sportra is oda tudjanak figyelni. Hozzá kell azt is tenni, hogy a Magyar Királyi Honvédségnek ekkor nem volt önálló intézménye, amelyik a tisztek felkészítésével foglalatoskodott volna, ez később valósult meg, ezzel együtt és ettől függetlenül ennek a tanfolyamnak hallgatója lehetett a Magyar Királyi Honvédségből is általában egy vagy két hivatásos tiszt, ahogy az osztrák landverből, az osztrák honvédségből is, illetve a haditengerészetből. A helyzet jelentősen megváltozott az első világháborút követően, amikor a trianoni diktátum határozatai erősen korlátozták a haderőt, valamint a tisztképzés intézményrendszerét. Az osztrák-magyar közös hagyományokra alapozva 1920-ban a hadügyminisztérium felállította a magyar királyi honvéd vívó és testnevelő tanfolyamot, amelynek célja az okleveles katonai sporttanárok és sportoktatók képzése, illetve továbbképzése volt. Kiemelkedő, hogy így mondjam, képességű katonasportolókról van szó, hiszen ha belegondolunk, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a magyar vívás Elsősorban a kardvívás kiemelkedő alakjai kerültek közülük ki. Elég talán a Kovácspára utalok, aki sokszoros olimpiai bajnok, vagy Piller később falusi névre változtató tisztünkre, Piller Györgyre, de lehetne még másokat is említeni, akik akár a kardfegyvernemben, akár a törben, és a későbbi párbaj törben, amit akkor Eppének neveztek, itt szerezték meg a képesítésüket és a képzésüket. Közéjük tartozott minden idők egyik legjobb vívója, a kétszeres olimpiai bajnok Jekelfalusi Piller György, aki 1899-ben született Egerben, majd a Pécsi Hadapródiskola elvégzése után a frontra vezényelték. Az első világháborút követően kezdte meg rendkívül sikeres pályafutását. Miután 1925-ben a sporttanárképző intézetben elvégezte a honvéd sportoktató tanfolyamot, a honvédségnél vívást, ökölvívást és birkózást oktatott. A Honvédség saját maga keretein belül ezzel a szervezeti formával kívánta megoldani a, a, a szakemberek nevelését. Na, elképzelhetetlen volt a háború előtti időszakban az, hogy a bívás ne szerepeljen nyilvánvalóan tantárként, főtantárként, természetesen a lovaglás mellett, a lövészet, a birkózás, a csergáns már akkor, tehát ez a garnitúra, aki ott végzett, hatalmas jártosságokat a tetszett. A vezető tanár, a Borsodi László, igen nagy tudású teoretikusa, és gyakorlati embere volt a magyar kardívásnak. És Pilleren keresztül, mert Piller az ő tanítványa volt, hisz korábban Piller tőrözött, a Frédi Mácsinál és párbaj tőrözött, de a Borsodinál kezdte el a kardívást. A fegyvernemváltás után immár Borsodi László vívómester tanítványaként Piller György kardvívásban emelkedett a legjobbak közé. Vívó stílusa új fejezetet nyitott a kardvívás történetében, kivételes technikai fegyvertár, hallatlan jó taktikai érzék és kötélidegzet jellemezte. A Lícsben és Bécsben rendezett Európa-bajnokságokon egyéniben és csapatban egyaránt aranyat szerzett, majd 1932-ben Los Angelesben az olimpián is kettős győzelmet aratott, a csapatversenyek során veretlen maradt. Ez az olimpia nyerése rányomta a bélyegét ennek az oktatás módszertannak, amit ő elsajátított a, Sportin, a sporttanárt képző intézetben, és mellette vagy korábban számos kiváló képességű edzőt adott ez a spoti a magyar vívásnak. Somos, Szűcs, Hatsz, Vas, Vas László, Vasanyi bácsi, Bekezuli bácsi, sorolhatnám, nem tudom megszámolni egy kezemen azt a tehetséges kardmesteri generációt, amit a spoti képzett borsodi rendszer irányításában. Ennek a megerősítése volt Jekkel Falusi Piller György olimpiai bajnoksága az egyénibe és a csapatba. Sokan azt tartották róla, hogy a ebben magyar kardvívó volt. Olyan vívói akció repertoállal rendelkezett, ami állandóan feszültségbe és meglepetés alatt tartotta az ellenfeleket. Nem tettünk egyebet, mint azt hogy magyar lélekkel és erős magyar akarással teljesítettük kötelességünket. É. Ezt követően két Európa-bajnokságon Budapesten és Varsóban segítette a magyar csapatot. A jó megjelenésű, szálfa termetű, rendkívül rokonszenves katonatiszt a kormányzó testőrségének tagja lett. A második világháború végén szovjet hadifogságba esett, majd szerencsés megmenekülését követően edzősködni kezdett a Vasasban és a Vörös Meteorban. Később a Kardozók Szövetségi Kapitányi Tisztségével is megbízták. A győzni akarás és az első, első helynek a mindenvaló előnybe helyezése ez nála megjelent. Szóval nála a második hely az ugye nem volt értékelhető, és jó magam is átvettem ezt sajnos, mind a mai napig is. Azt mondom, hogy a vívásban nem a pontokat kell nézni, hogy ki hány pontot szerez, hanem az, hogy ki nyeri a verseny. A fiatalokkal való törődése az a nagy munkája mellett is érvényre jutott minden esetben. Hajlamos volt órákon keresztül megmagyarázni egy-egy technikai elemnek a végrehajtási pontosági szükségletét, mert ha egy bizonyos megmozdulásba elkésik a pengének a hegye például, az beláthatatlan következményekkel jár. Tehát összességében ismerten. Az 1956-os Melbourne-i olimpiáról Jekelfalusi Piller György már nem tért haza. Los Angelesben telepedett le, ahol 1958-ban vívómester lett a Kaliforniai Egyetemen. A súlyos, gyógyíthatatlan betegség a római olimpia idején 1960. szeptember 6-án ragadta el. A kétszeres olimpiai bajnok magyar kardvívó sírja Amerikában, Los Angelesben van. Nagy veszteség a magyar vívásnak, hogy uh, Jekkerfalusi Pillert, hogy utolsó éveit külföldön töltötte. Az, hogy írásos emlék az ő munkásságosak, nagyon kevés maradt én annak idején még foglalkoztam azzal, hogy úgy utána nézek bizonyos és volt egy ilyen újság, azt hiszem, a hat történet múzeum levéltárában néztem, Ludovikás Levente címmel volt egy ilyen, és ott leltem föl, hogy tanulmányúton volt Olaszországba a Piller, és arról készített valami beszámoló jegyzetet. És ott is azzal foglalkozott, hogy a hogy az ellenfelek ellenzése az milyen, milyen, fontos, és hogy a vívó akciókat az előkészítéssel együtt kell úgy oktatni a tanítványoknak, hogy azzal biztos találatot érjenek el az ellenfél. Tehát ő teoretikusan is, és gyakorlatban is, hát nagyon-nagyon-nagyon nagyon kiváló vívómester, versenyző és ember volt.